Ezúttal Mécs Imre is csatlakozott azokhoz, akik festékszóró segítségével fejezték ki nem tetszésüket a megszállási emlékmű felállítása miatt. Mécs Imre azt mondta, hogy ideje, hogy a társadalom szembenézzen a múltjával. Itt az ideje, hogy elgondolkozzunk, hogy helyre tegyük a múltunkat, hogy megismerjük saját magunkat, saját magunk múltját, és tisztába tegyük minden dolgunkat. A tüntetők most is megismételték, hogy akár a testükkel is meg fogják akadályozni a szobor felállítását. Itt van Mécs Imre, akiről majdnem mindenki tudja, amit tudni kell. 56-ban halálra ítélték. Aztán a múltkor valamelyik műsorban, nem tudom, hirtelen melyikben emlegettelek, a lakitelki sátorban, amikor zászlót bontott az MDF, mondtál egy beszédet, ahol megállt a kés a levegőben, mert olyan határozottan mondtad, hogy addig semmiről nem beszéltünk, amíg a rehabilitáció, az 56-os hősök elhunytak és még élők rehabilitáció nem történt meg. És akkor emlékszem, hogy fagyott a levegő. Mindenki zavarba jött, a bíró, a lezsák, mindenki. Mert hogy nem erről volt szó, hogy te oda kiállsz és ilyeneket mondasz, hiszen akkor még valamiféle felső posgai típusú jóváhagyással ment az egész lakitelki dolog. Nem érzed időnként, hogy kellemetlenkedsz? Hát akkor ő felsége ellenzéke volt ugye az alakuló MDF, hiszen ott volt Pozsgai államminiszter, a rendszer üdvöskéje. Háttérben volt, nem volt ott a sátorban. Akkor nem volt ott, de ő a védőernyőt borította az egészre, és azok, akik szeretekkor ellenzékiek lenni, de óvatos duhajuk voltak, szemben a demokratikus ellenzéknek a harcosaival, harcosabb kádereivel, azok oda gyűltek össze. Ennyi. És na jó, csak te kiborítottad a bilit. Igen, mert azt mondtam, hogy el kell temetnünk azt a több száz halottat, el kell temetnünk az ország törvényes miniszterelnökét. Jó, ez, én most csak a személyiség jegyeidre próbáltam mutatni, mivel több évtizede ismerjük egymást, és közeli kapcsolatban vagyunk. Figyelj, nem akarlak provokálni, de a Cseres Tibor megírta a Hideg Napokat. Aki nem tudná, Újvidéken magyar csendőrök, és hát ugye a Hideg Napok című filmből is tudjuk, tehát sorkatonák és csendőrök, több ezer szerb és zsidó származású polgárt, magyar állampolgárokat egyebek közt lőttek bele a Dunába. Tudsz te arról, hogy a székelyföldi Maniescu bandákhoz kapcsolódó gyilkosságokról készült volna a film? Vagy a felvidéki magyarok kitoloncolásáról a szlovákok készítettek volna a filmet? Vagy egyáltalán a németeken kívül ebben a régióban volt valaki, aki szembenézett a múltjával? Most, ha azt mondom, hogy Bandera, 100 fiatalból 99-nek lövése nincs, hogy ez egy ukrán nacionalista volt, és az ukrán történelemmel sincs szinte senki tisztában. Itt annyi tisztázatlan dolog van. Pont mi legyünk azok, akik szembenézünk a múltunkkal. Miért pont a németek voltak azok, pont a franciák voltak azok, pont a hollandok voltak, pont a norvégok voltak azok, pont a dánok voltak azok, folytassam. A franciáknál milyen nehezen ment a Vichy kormány viselt dolgaival való szembenézés? Talán 3 vagy 4 éve kezdődött, vagy 5 éve? Nem, azért azok, most Franciaország és Németország az EU-nak a legstabilabb, legtisztességesebb oszlopa. Ez a tény Magyarországon. Beszéljünk a régiónkról, a Benes dekrétumokról, az összes többiről. Jövünk mi itt, nem tetszik nekünk a turulmadár, nem tetszik nekünk ez a német megszállási emlékmű, de nézzel körül ebbe a régióba. Történt valami? Szvatopluk szobor Szlovákiában, meg csupa hülyeség mindenfelé. Dákoromán, kontinuitás Erdélyben, szerb nacionalizmus, mint mindig. De mindenütt szükség van erre a megtisztulásra. Azért a szlovákok is megpróbálják, a többiek is megpróbálják, lemaradt. Épp a bolsevikok voltak azok, akik akadályozták. Rákosi Mátyás akadályozta a szembenézést, mert számított a nyilasokra. Rengeteg nyilas került be a kommunista pártba, de nem voltak kommunisták egyszerűen. Nyíltan szembe kéne nézni ezekkel a múltakkal is, mindennel. Én azt mondom, hogy
amíg mindenki csöpörjön a saját portálja előtt, nem mentesít bennünket az, hogy más nációk adott esetben még rondábban viselkedtek. Lássuk azt, hogy mi volt rossz és mi volt jó a múltban. Voltak jó dolgok is, voltak tisztességes emberek, voltak rendes emberek, voltak önfeláldozó emberek, ezt is meg kell mutatni. Őket se lehetett fölmutatni, mert akkor kiderült volna, hogy milyen leharcoltak. Tehát én azt mondom, hogy erre a megtisztulásra a magyar társadalomnak nagyon nagy szüksége van. És most juthatnánk el oda, hogy őszintén föltárjuk miért a múltat. Most? Miért pont most? Azért mondom, hogy miért pont most, mert az előző beszélgetésben Szél Bernadettnek idéztem azokat az adatokat, amiket Kállamista Gábor valahogy nem ismer, miszerint a tönk szélén állunk, versenyképességben, mindenben, életminőségben. Erre az a válasz politikai elemzők szerint, hogy addig, amíg Orbán a nacionalizmus kártyáját ki tudja játszani, addig ezek a problémák nem igazán problémák. Ilyen a magyar néplélek. Hát ez nem igaz, mert amikor nincs mit tenni, akkor nincs mese. Tehát amikor 3 millió embernél probléma az, hogy mit tegyenek, amikor több százezer iskolás van, aki nem reggelizik, aki éhes korgónyomorral megy az iskolában. Aha. Ment az éhségmenet a Simon Gábor nevű gazember vezetésével, a békemenetben meg több százezren mennek. Amikor te rosszul voltál, és hány inget kaptál attól, hogy miután téged 56-os tevékenységét halálra ítéltek, milyen érzéssel nézted a május 1-én felvonuló százezreket a Hősök terén? Ha? Rosszul voltál. Nem értetted. Én akkor még kívül voltam, amikor letartóztattak, akkor a nyomozók kéjjel dobálták elém a fényképeket. Na és? Hogy ilyen sokan voltak. De megtudtam. Nem haragudtál ezért? El voltam keseredve. Nem haragszol azért, hogy több tízezer gyerek él sem egy iskolába, ezt képest a béke mellett több százezres emberei szeretünk Viktor felirattal vonulnak, hogy tegnap 4500-an vagy 4000-en ott ültek a Felcsúti stadionban, és 8000-en szerettek volna bemenni? Hát ez egy friss élményem. Tegnap le voltam Szigligeten, és útközben több száz Orbán Viktor táblát láttam. Hol? Végig az úton, ahogy mentem le. Az autópályától kezdve végig. De mi? De mi? Hol? Az utak mentén a Orbán Viktor... Mi? Álltak az útszélén az emberek? Vagy mi a túró? Nem, táblák. Orbán Viktor táblák. Az útszélén táblák voltak? Útszélén voltak föltéve táblák Orbán Viktor fényképével, Magyarország miniszterelnöke. Rá volt ragasztva egy... Köszönjük. Egy köszönjük. És a két pártnak, a Fidesznek és az Álpártnak, a kereszténydemokratáknak a cédulája. Ezzel bizonyítják azt, hogy az állami pénzből készült óriási reklámozás, amire a miniszterelnököt reklámozták, az pártpolitikai és választási célokat. Csak mondom neked, hogy mi folyik itt. Tehát a tök szélén van az ország, a gazdaság, egyszerűen nem jön be pénz, több száz ezer embernek nincs foglalkozása, több millió éhezik. Szóval ez a helyzet, és közben azt mondja a nagy vezér, hogy minden jobb, mint volt. Tehát győztek, mikor a győzelem éppen az volt, hogy több száz ezer ember nem szavazott rájuk. Ennek ellenére akkor is többségük lenne. Na, beszéljünk arról, miért tulajdonképpen behívtunk, és a kezdőképsor, ez a német megszállás áldozatainak az emlékműve. Hát végül valahol a szövegben benne van, hogy itt minden áldozat emlékműve. Igen, két probléma van. Egyrészt, hogy valóban a múlttal való szembenézés alapvető fontosságú, de ezt közösen kell csinálni, ezt az egész társadalomnak kell csinálni. Nem lehet a társadalom megkérdezése nélkül egy elefántcsont toronyból intézkedni, és úgy létrehozni emlékműveket, vagy letarolni. Nem foglalkozik ezzel a társadalom. A társadalom, amit te mondta, azzal foglalkozik, hogy a gyereknek tud-e reggelit adni, hogy felveszik-e közmunkásnak. A társadalom ezzel van elfoglalva. Nem azzal, hogy a birodalmi sas az nem náci szimbólum, hanem a mindenkori Németország szimbóluma. Gábriel alkangyalnak semmi köze Magyarországhoz, hiszen ő a megváltótól jött. Szóval
átlagában foglalkozik szimbólumokkal, hogy itt szovjet emlék, mert a szabadságtér egyik helyén ott meg a másik, hogy itt valamikor ez szovjet emlékű mögött kullog szegény Reagan elnök. Szóval valami zseni csinálta ezt. Úgyhogy... Az borzasztó az a szobor, az a Reagan szobor. Igen, aki nem tudná szemben a... megérdemelt volna, mintha lett volna a város. Szóval a kérdésem az, hogy szerinted fogékony a magyar nép, a magyar társadalom jelenlegi állapotában arra, hogy szimbólumokkal foglalkozzon? Mi a magyar nép definiáld akkor, dehogy mire tudom. Vonatkozik? Mondjuk soha, akkor a választók. Soha a nép egésze nem politizált. Mindig voltak különböző csoportok, egyéniségek köré tömörülve, akik meghatározták a politikát. Hát valamikor néhány százalék ember szavazta meg a parlamentnek a tagjait, de mégiscsak volt valamilyen közvélemény, a közvélemény irányítása, többé-kevésbé több fókuszú volt. Tehát az, hogy egy ilyen Gleisaltól dolog, amikor minden olyan rossz intézkedést, amire az elmúlt száz évben keresztül mentünk, azt megújítja egy fiatal jabranc, akinek nincs kellő élettapasztalata és intelligenciája, ez tragikus. Azt mondja, hogy itt szobor lesz, akkor szobor lesz. Tudod, mi ebben az érdekes? Én ez, kicsit ezt a jabrancot, ezt kicsit erősnek érzem, meg nem is örülök, hogy ez így elhangzott. De arra te emlékszel, hogy a Magyar Rádióban Forró Tamásnál meg nálam beszélhettél először 56-ról, és Orbán Viktor is nálunk beszélt a Kossuth Rádión először, a Forrónál meg nálam. Szerinted most, ha a Kossuth Rádiónál lennék, akkor beszélhetnél te meg az egykori Orbán Viktor? Nem, szerettem Orbán Viktort, a fiatalkori Orbán Viktor, vagy kedveltem, vagy a szeretnél túlzott. Kedveltem, kedveltük, tehát sokra tartottuk. Szerettük volna, hogyha igazi jó liberális demokrata lesz. Hát nem az lett, de Lehet, hogy túl szerettétek. Annak idején a fideszesek arra panaszkodtak, hogy gyámkodtatok felettük, mármint az SZDSZ, ilyen az SZDSZ ifjúsági szervezetekként próbáltátok hát őket persze, kezelni. Persze, de egy fiatalság komplexus adódik. Én is hát vagy ti voltatok érzéketlenek a fiatalok érzékenysége iránt. Ilyen egy egyetemista. A 28 éves adjunktus öreg szivarnak tartottuk az egyetemet, vagy én legalábbis. Tehát mert mi mindent jobban tudtunk. Ez természetes dolog, ilyen a fiatalság. Jó, azt mondd még meg nekem, a te dolgod ott hepciáskodni az emlékműnél, kordont bortani, meg pláne festékszóróval irkálni? Az a helyzet, hogy én ott egy szelid nézelődőnél valamivel több vagyok. Tehát az egyik főszervezőnek a férje vagyok. Magyar Fruzsináról van szó. Ott rabosították? Nem. Ő mert arról volt szó, hogy öt talán igen, téged nem. Nem. A történet úgy szólt, hogy néhány embert rabosítottak. Például a kitűnő Lovas Zoltánt is. És akkor elhatároztuk, hogy meg fogjuk ezt tagadni. A következő etapban Magyar Fruzsina és egy holokausztot elszenvedett hölgy volt, és mind a ketten megtagadták. Azt mondták a rendőrségen, hogy csak erőszaknak engednek. Erre egy nagy izgalmat okoztak a rendőrség berkeiben, telefonálgattak egyre följebb, nem tudjuk a részleteket, de utána eltekintettek tőle, és én az én esetemben már meg se próbálták. Nekik lehet köszönni, a két hölgynek, hogy kemények voltak és kiharcolták. Hát én ebben nem vagyok egyáltalán főszervező, én egy magyar polgár vagyok, aki részt veszek, fényképezem, és mivel, hogy már úgy szóval mindenki festett valamit a molinókra, gondoltam én is gazdagítom a molinó. Rongálás esete forgott. Hát 4 évszámot írtam, 1848, 1867, 1956, 1989, és annyit, hogy vissza a demokráciát, szabadság. Itt elfogyott a festék, és többet nem tudtam írni. Mécs Imre volt az utolsó vendégem, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva.